Na, a lényeget látjátok, akkor animáció nem sok lesz, de az információt legalább fogjátok látni. Szóval igazából nem nagyon szeretem, hogyha egy előadást történelemmel kezdenek, mert általában aztán nincs relevanciája a mondandóhoz. Itt azért lesz. Az egész történet most már lassan 17 éve kezdődött. Egy Szabó János Zoltán nevezetű kollégánk diplomamunkájával, aki akkor persze még egyetemista volt, aki IP-hálózatok teljesítmény tesztjéről írt diplomamunkát. Egyetlen probléma volt, hogy abban az időben IP-hálózatok teljesítmény tesztjére semmilyen teszteszköz nem létezett. Volt az Arizonának ugyan megfelelő teszteszközei, csak a teljesítményük nem volt megfelelő a munkához. No, szóval hát mi a megoldás? Akkor kell írni egyet. Utána ezt a túlt, ez egy a maihoz képest mondjuk úgy egy egyszerű, de egy nagyon hatékony és jól működő eszköz volt. Ennek a momentumnak egyébként lesz meg jelentőség a későbbiekben. Ezt az eszköz után a belső kutatásokban, hálózatszimulációs projektekben egészen sokat használták Magyarországon. Ez természetesen mindig történt Budapesten. Míg nem, 2003-ban az akkor éppen fejlődő és induló harmadik generációs mobilhálózatok fejlesztése közben kiderült, hogy az RNC node teszteléséhez kéne az akkor használathoz képest egy másik újabb teszteszköz, mert az bizonyos problémákkal küzdött. Meg is rendelte az Ericsson ennek a fejlesztését egy külső cégtől, elkészült valami. Úgy történt az eset, hogy aztán összehasonlították a Titánt és egy külső kereskedelmi teszteszközt, és végül is a Titánt választották ennek a hálózati csomópontnak a teszteléséhez, mert jobb volt, kevesebb hibával rendelkezett. Ezek után körülbelül már nagyjából egyenes út vezetett ahhoz, hogy rákövetkező évben hivatalos döntés is szülessen, hogy akkor jó, akkor ezt a teszteszközt bevezetjük Ericssonban, mint egy hivatalos teszteszközt, és akkor termékesítve lett dokumentáció, tesztelés, egyebek. Ezek után most nem veszem végig, nyilván újabb és újabb területeken kezdték el használni, tehát fejlődött az eszköz. 2014-re elértünk oda, hogy egy nagyon stabil, több ezres használói bázissal rendelkezik az eszköz, és nagyon sok az Ericssonnak fő termékeit tesztelik vele. És ugyanebben az évben, tehát a tavalyi évben született meg a döntés arról, hogy ezt a teszteszközt az Ericsson nyílt forráskódúvá teszi. Tehát elérhetővé teszi mindenki más számára is. Egészen eddig, 2014-ig ez egy teljesen belső fejlesztésű és teljesen belső használatú eszköz volt. Csak a szabványosítási szervezetek, tehát az ECI és a távközlési szabványosítási szervezetek kapták meg. Ennek majd az okairól persze a végén még lesz szó. Az egyik tanulság, vagy az egyik fő üzenete információja ennek a fóliának, hogy a Titán története, ez a történet, ez egy teljesen magyar, az elejétől végéig magyar sikersztori. Mit ért el? Körülbelül mondjuk 10 év alatt a Titán. Először is mire használják? Hát úgy nagyjából fele részben, majdnem fele részben funkcionális tesztelésre, már ebbe belevehetjük az integráció verifikációt is. Ez az Ericssonban, tehát ez nálunk azért elég sok mindent jelent. Ez gyakorlatilag a unit module integrációtól fölfelé egészen a feature tesztekig,
komplett hálózati csomópontok integrációs tesztjéig és komplett hálózatok tesztjéig gyakorlatilag mindent lefed a funkcionális tesztelés. És körülbelül harmad részben használjuk teljesítménytesztelésre. Na, itt jön elő, amit az előző fólián mondtam, hogy van jelentőség annak, hogy az egész teszt eszköznek a fejlesztése tulajdonképpen teljesítményteszt célból indult. Azóta is ez a célt ezt szem előtt tartjuk, és ez első rendű fontosságú cél, hogy mind funkcionális, mind teljesítménytesztelésre alkalmas legyen az eszköz. Hol használják? Hát gyakorlatilag ez most csak az Ericssonon belüli használatra vonatkozik, de gyakorlatilag az egész világon. Antarktiszon sajnos nem, meg déli sarknál sem, de egyébként minden földrészen, ahol Ericsson van, él és létezik. Most már nem csak eredetileg Ericsson kutatásfejlesztési részlegei számára készült az eszköz, de most már nem csak ott használják, hanem gyakorlatilag a piaci adaptáció és az ügyfél projektekben is. Ez persze mind a cégen belőle, tehát Ericssonon belőle vonatkozik. Nézzük, hogy mire jó, mire való. Hát először is bármit tudunk tesztelni vele, aminek van egy dokumentált interfésze, dokumentált apja. Ez lehet egy aszinkron üzenetszintű interfész, de lehet ez egy szinkron program API is. Alapvetően black box, tehát fekete doboz, nagyon sokszor persze de facto napi gyakorlatban szürke box tesztelésként használják, tehát fejben azért benne van, tudjuk, hogy mi fut bent a kódban, de a teszteket végül is csak a külső interfészeken keresztüli eléréssel hajtjuk végre. Ez nem egy hivatalos terminológia, ez egy ilyen slang inkább, de alapvetően fekete doboz tesztelésre való és arra alkalmas. Ma már majdnem minden IP. Nem minden, de majdnem minden. Ugye IP kommunikáció esetében a hardware interfész, alsóbb rétegek benne vannak a gépbe, azokkal nem kell foglalkozni, tehát innét kezdve, ha IP alapú bármilyen alkalmazást, programot, bármit akarunk tesztelni vele, az gyakorlatilag csak egy szoftveres megoldást igényel, az összes kommunikációs hardware és transport layer rétegek benne vannak a PC-nkben, az eszközünkben. Más interfészeknél természetesen használják ATM, valamikor még volt ISDN interfész tesztelésre is adaptálva. Ott természetesen kell hozzá hardware élesztő kártya. De hát ez megoldható, tehát ez nem jelent technikai problémát. Elosztott módon fut a teszt, vagy maga az egész rendszer. Ez azt jelenti, meg fogjátok látni, hogy egy több processzes teszt végrehajtás az eleve bele van építve abban a nyelvben, amit használ, és magába az eszközbe. Tehát semmilyen külön programozás nem kell hozzá. És bármilyen POSIX rendszeren, ma már elsősorban nyilván Linux, valamikor annó a kezdetek kezdetén még Solarison kezdtünk, indultunk, még az volt a fő operációs rendszer, ma már főleg Linux, és Saigonon, természetesen Windows fölött Saigonon is fut. És akár vegyes hálózaton is, tehát ezeket akár keverni is lehet egy teszt végrehajtás során egy teszt hálózatban. Mi az, amire igazából nem való, amire nem optimális? Először is ez nem egy GUI tesztelő eszköz, és nem egy usability, egy használhatósági tesztelő eszköz. Ezt továbbra is más megoldásokkal, illetve embereknek kell végezni. Hardware tesztek, illetve nagyon alacsony szintű, vagy nagyon nagy teljesítményű tesztekre valójában nem. Nem ez az optimális megoldás. Érdekes kérdés, mondjuk egy nagy sebességű transport rétegek tesztelése. Router tesztelnek vele, de nem magát az IP forgalmat, tehát nem a nagy sebességű IP forgalmat, hanem inkább a routing jelzéseket
Tehát alkalmas Ethernet réteg fölött gyakorlatilag alkalmas bárminek a tesztelésére, de valójában nem gigabiteket célszerű tesztelni vele. Regresszió, stressz teszt. Igen. Igen. Vannak speciális esetek, esetleg, hogyha emlékeztek a kettővel ezelőtti fóliára, kb. 3% volt, ami unit testként volt megjelölve. Bizonyos speciális esetekben alkalmas unit tesztekre, olyan esetekben, amikor a unitok között is vannak definiált interfészek és valamilyen kommunikáció. Ez például tipikusan nálunk az OSA Delta operációs rendszer. Ez egy valós egy operációs rendszer, bizonyos áldozati csomópontokban, tátközésben használják. Na nézzük a túl architektúráját és komponenseit. Hát először is van a forráskódunk. Erről majd még visszatérek, hogy ez micsoda. Van egy compiler, ami ezt a forráskódot egy végrehajtható kódba fordítja, C++-on keresztül, tehát a fordítás először C++-ra történik, utána ezzel gyakorlatilag bármilyen. És egy speciális nyelven írod? Igen, de erről lesz mindjárt egy külön fólia. A forráskódnak nem kell tartalmaznia a végrehajtáshoz szükséges minden adatot, tehát végrehajtás során, végrehajtás előtt paraméterezhető a futtatott tesztek. Tipikus példa, egy hálózati IP címet általában nem tud az ember, amikor a tesztecsetet magát megírja, tehát ez kénytelen ugye a futtatás előtt kinyerni a labor konfigurációból és futtatási paraméterként megadni. És utána a paraméterezett végrehajtható teszteket hajtjuk végre a tesztelendő eszköz. Mondom, ez lehet gyakorlatilag több integrált komponenstől egészen egy egész hálózatig bármi. Mivel elosztott rendszerről beszélünk, nyilván az egésznek kell legyen egy koordinátora, egy főnök, tehát a rendszerhez tartozik egy test management komponens. És hogy egyszerű legyen a dolgunk, természetesen jár az egész túlkészlethez egy mondjuk úgy GUI készlet, ami önmagában is 4 különböző plugin-t jelent. Tehát GUI-n keresztül is lehet dolgozni vele, de nem csak ez egyetlen. Ezt most ugorjuk. Egy picit az előbb a forráskód kérdését azt ugrottam, vagy hivatkoztam rá, hogy majd mindjárt szó lesz róla. A lényeg az itt van, tehát alapvetően maga a tesztek az TTCN 3 nevű nyelven íródik. Ezen kívül a tool képes beolvasni, importálni direktül AS4, ez gyakorlatilag egy notation, egy adatleíró nyelv, nyelven írt adat struktúrákat. Elsősorban Telekomban használják, de IP világban például SNMP protokoll, tehát hálózatmenedzsment MIB-eknek a leírására használják az AS4-et. A nyelv kifejező miért tudsz példát mondani? Mire? TTCN. A nyelv kifejező. Igen. Igen. Natívan, mondjuk úgy kvázi natívan tud kezelni XSD-ben definiált adatstruktúrát, tehát XML-t kezeli, hogyha van hozzá séma. A sémát először egy konverterrel TTCN 3 modulokká fordítjuk, megfelelő XML specifikus kódolási instrukciókkal egyebekkel kiegészítve, és utána már minden megy magától, tehát utána tudunk ráírni adatot, tesztesetet, tesztviselkedést, bármit. Tehát tudjuk küldeni, venni bármit, amit kell. És van, bár utóbbi időben ez igazából nem annyira használatos, kiment a divatból, de IDEA támogatás is van hozzá, korba támogatás. Valamint bele lehet integrálni külső használó által írt CC++ kódot is.
Tehát, mint az imént említettem, a forráskódnak az összességét, azt lefordítjuk egy generált C++ kóddal, azt össze együtt az összes külső modullal, már egy teljesen hagyományos szabványos GCC fordítóval, általában ezt használják a használók, fordítjuk le a futatható fájlra. Na nézzük a TC3-at. Ez micsoda. Először is ez egy szabványos tesztnyelv, amit az ECI szabványosított, ECI fejlesztett ki. Ez az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet, az EU-nak az egyik szabványosítási szervezete. Elég sok mindent fejleszt, mobilhálózati szabványoktól kezdve, intelligens transport szabványokig, tehát mindent, ami kommunikációval kapcsolatos szabványt fejleszt. Mivel ugye ezeket tesztelni is kell, ezeket a protokollokat, vagyis valójában az ECI eléggé előjár abban, hogy a saját maga által fejlesztett protokoll szabványokhoz teszteket is ír, ezért szüksége van nyilván egy szabványos tesztleíró nyelvre. Na hát, körülbelül így született meg a TTC nyelv, ami teszt és test control notation jelölés rendszer név egyébként a teljes neve. Az Ericsson az egyik fő támogatója és hozzájárulója volt ez a nyelvhez a legelejétől fogva, sőt, igazából ott itt volt a legelső TTCN 3 teszt végrehajtó eszköz a világon, tehát hamarabb készültünk el vele, mint bárki más. Maga a nyelv, ez egy magas szintű procedurális programnyelv, tehát maga a nyelvi leírás az független a géptől, független az operációs rendszertől, memória kezelés, ilyesmi nincs, tehát magas szintű nyelvről beszélünk. És kód miért kell tartalmazni? Nem kell, de tartalmaz. Akkor miért volt szüksége ennek az implementálására szintén? Azért, mert végül is óriási méretű programkódok születtek TTC3 nyelven. Kristófa tudja a legjobban, mert ő vizsgálta ezeket. Tehát van körülbelül olyan tesztkészlet, ami 800 000 millió sorkódot tartalmaz. Na most ezeket ugye úgy a praktikus kezelni, hogyha az ember szoftverkönyvtárba szervezi, ott viszont egyből előjönnek a láthatósági problémák, mi az, amit szeretnék, hogy a használó lásson, mi az, amit szeretnék, hogy ne lásson. Tehát emiatt elsősorban láthatósági korlátozásokat, vagy láthatósági szinten igény volt pontosan, public-private, igény volt arra, hogy ezeket a nyelvbe bevezessük. És így megtörtént. De valójában a legfontosabb tulajdonsága az, hogy natívan, tehát a nyelvbe építve támogatja a teszteléshez szükséges funkciókat, üzenetek küldése, üzenetek vétele, alternatív viselkedés, kommunikáció, időzítők kezelése, időzítő elindítása, mi történjen, ha leállt, időzítők kiolvasása, tehát ezek mind egészen egyszerű nyelvi konstrukciók, nyelvi műveletekként be vannak építve a nyelvbe. Valamint szintén be van építve elosztott többprocent szoros rendszereknek a használata. Itt látunk egy kódpéldát, egy példakódot, ez konkrétan most egy teszteset, de lehetne egy függvény is. Tartalmaz egy küldési funkciót, tehát egyszerűen egy üzenet küldése az körülbelül annyiban áll, hogy meghatározom, hogy melyik porton keresztül akarom küldeni, melyik interfészen küldésművelet, és maga az üzenetnek a definiálása, ami lehet paraméterezett is. Elindítok egy időzítőt, és itt, innét kezdve erre különböző válaszokat kaphatok, tehát alternatív viselkedéseknek, alternatív válaszoknak a kezelését látjuk. Vagy megjön a rendes válasz, amit vártam, és akkor boldog vagyok, leállítom az időzítőt, és azt mondom, hogy a tesztkézem az... Az időzítő aszinkron, vagy... Az időzítő aszinkron. Tehát elindítod, lejárt... Feled a bizonyos mikor és port, amit
üzenetérkezésekor a visszajelzés. Ami visszajelzés érkezésekor az altnál, amikor a switch kézeket kiolvasod. Igen. Akkor az aszinkronitás az abban jelenik meg, hogy felkapcsol egy, felkapcsolódik a interpreterje, meg az a TVC-en egy interpreter. Hát fordított egy compiler. Vagy compiler. Tehát gyakorlatilag a fölkapcsolódik az adott mérkező üzenet nyomán egy port, ahol tehát egy bizonyos port, és akkor a teszt kézeket ott fogja értelmezni. Vagy nem. Nem egészen. Tehát, hogy folyamatosan olvassa a memóriát, ami beérkezik? Nem egészen. Virtuális Nem egészen. Minden egyes portnak van egy kiúja, van egy sor. Maga a nyelv az olyan értelemben is absztrakt, hogy független attól, hogy milyen a konkrét transport, a vizsgált eszköz, az SUT és a teszteszköz között. Tehát elég sok különböző port lehet. Maga a konkrét interfész megvalósítása az úgynevezett az adapterekkel történik, tehát a Titan mellett a végrehajtáshoz szükség van valamilyen interfész adapterre is. Ezt tesztportnak hívjuk. Ez a tesztport, amikor bejön egy üzenet a vizsgált eszköztől, tehát az SUT-től, akkor ő beteszi az adott portnak az üzenet sorába, a message queue-ba. És a vételi, tehát a receive műveletnél gyakorlatilag azt nézi meg, hogy ennek a queue-nak a legfelső eleme az megfelele ennek a várt üzenetnek. Tehát amit kaptam válaszként, legelsőként, az tényleg az, amit vártam-e. Gyakorlatilag ezt fogja vizsgálni. És ha igen, akkor egész egyszerűen törli a sorból az adott üzenetet. El lehet menteni, tehát van rá nyelvi konstrukció, hogy elmentsem a vett üzenetet, de ebben az alap esetben ezt egyszerűen törölni fogja, és boldog, hogy megjött, amit vártam. És nyilván... ha sok tesztkézünk van, akkor hogyan lehet ezeket számon tartani? Tehát TCP-n mondom 49%-et, tehát ezek gyakorlatilag olvasatok. Mennyivel nem ilyen nevet kell adni a portnak, hanem olyat, amit utána, amiből lehet tudni, hogy az konkrétan melyik és milyen port. Tehát ez most egy nagyon leegyszerűsített példa. Ez körülbelül arra jó, hogy érezzétek, legyen valamilyen look and feel, hogy körülbelül hogy néz ki maga a teszt. Leállítom az időzítőt, és boldogan passzra állítom a tesztesetet. Mi a másik lehetőség? Nem kapok semmilyen választ. Lejár az időzítőm, azt mondom, nem tudom, mi történt, mert most lehet, hogy csak a kapcsolat szakadt meg, tehát nem mondhatom azt, hogy biztosan rossz a vizsgált eszközön. Ezért ebben az esetben inkonkluzív verdiktet szokás adni. Ez nem egy elvi korlát, ez egyszerűen csak, ahogy a kódot írja az ember, erre való az maga az inkonkluzív verdikt. Vagy pedig valamit kaptam, de nem azt, amit vártam. Tehát valamit válaszolta az SUT, de valami hiba van a dologban. Nem azt válaszolta, amit én vártam. Ebben az esetben van olyan lehetőség, hogy mindent vevő, tehát mindent megevő receive üzenettel. Azt mondom, valamit kaptam, nem a vártat, akkor ebben az esetben sikertelen lett a teszt. És még egy fontos pont ezen a fólián, amire eddig olyan nagyon nem tértem ki. Amit itt látunk, az ugye azt mondja, hogy ez az én MTC-n. Az MTC az a main test component. A test componentnek hívja a nyelv azokat a processzeket, amiket egymással párzamosan akár hányat el lehet indítani. Magában a túlban van egy ezeres korlát, tehát vagy tízezeres át van állítva. De ez gyakorlatilag nem nyelvi korlát, hanem inkább oprendszer függő. A tesztkéz az mindig eleve automatikusan egy saját processzen, tehát egy saját tesztkomponensen fog elindulni. Viszont létre lehet hozni benne egy egyszerű create művelettel, és el lehet rajta indítani bármilyen viselkedést, különböző úgynevezett párhuzamos tesztkomponenseket, tehát a többi processzt, azt már a tesztkéz
kódból dinamikusan lehet létrehozni, a portjait összekapcsolni, akár a vizsgált eszközzel, akár egymással, amivel éppen szükség van. Tehát dinamikus tesztkonfiguráció van a nyelvben. A szabály részleteire visszatérhetünk, hogyha lesz érdeklődés, de most ezzel nem húznám az időt. Ez az oldal, ez már magáról a TTC3 nyelvnek a mondjuk úgy hivatalos weboldaláról való, és azt mutatja, hogy milyen iparágakban használják magát a nyelvet. Hát nyilván az első számú a Telekom, rögtön utána autóipar jön, utána orvosi készülékek tesztelése, utána gyakorlatilag ez táblaolvasó, amennyire én tudom táblaolvasó, tehát villanyóra táblaolvasó berendezéseknek, eszközöknek a tesztelését jelenti, pénzügyi rendszerek, repülőgépipar, vasút, tehát gyakorlatilag minden nagy iparágban használják. Van egy közösség körülötte természetesen, amit az ECI, mint az egésznek a anyja vagy apja, nem tudom, de az egészet támogat és összefog. Nyilván a weboldalt is üzemelteti, de ezen kívül mindenféle szoftverkönyvtárakat, példákat, információkat és minden egyebet, amire szükség lehet, az ott megtalálható. Tehát körülbelül ennyit gondoltam magáról az eszközről elmondani. Remélem nagyjából érthető volt, hogy mire alkalmas, mire jó, mire lehet használni. Ami még fontos tulajdonsága, hogy gyakorlatilag egy ötsoros legegyszerűbb teszt esettől kezdve millió soros tesztekig bármilyen bonyolultságú futatható bele, tehát akár a legkisebb, legegyszerűbb tesztekre is nagyon jól használható, és nagyon pillanatok alatt pikpak lehet vele írni kódot és teszteket. Az image processing milyen hogyan működik egy ilyen teszt? Ha nincsen funkcionális sajátossága a nyelvnek, mert ugye mondható csak úgy annyiunk van meg. Tehát hogy functions first glances, funkciók, paraméterek, illetve visszatérési értékek nem működtethetők, akkor az elég nehezen talán képzelni, hogy image processing-be lehessen használni. Nincs fogalmaztam biztosan. Mit tett a image processing alatt? Hát, képfeldolgozás? Tehát a képfeldolgozás, igen, tehát vektorizálás, vektorok manipulálása, képben, alakfelismerés, adott esetben, mit tudom én, Liebenstein business használata, de bármilyen nagyobb matrixok. Ilyen célú használatról nem tudok, de ugye, hogyha van egy olyan függvényed, aminek van egy nyilvános API-ja, amit meg tudsz hívni, előre kell, hogy definiáljad a bemenő adatot, meg azt, amit vársz belőle visszafelé, és a kettőt. Tehát a vártattól, amit effektíve visszakapsz, azt tudod összehasonlítani a várttal. Függvényen belül nem. Tehát olyan jellegű unit tesztre, ami függvényen belüli vizsgálódást, arra igazából nem ezt kell választani. Arra valószínű vannak arra specializálódott teszteszközök. Tehát itt elsősorban valamilyen kommunikációnak kell lennie. Tehát nem a programfutását vizsgálod ezzel a teszteszközzel, hanem annak az eredményét. Szóval, tavaly 2014-ben némi gondolkodás után úgy döntött a cég, hogy nyílt forráskódúvá teszi magát a teszteszköz, magát a Titánt. Miért döntött így? Hát először is mondtam, hogy hatalmas mennyiségű kód íródott már ehhez az eszközhöz, tehát nagyon-nagyon sok millió sor kód teszt. Innét kezdve igazából nem magának a futtató végrehajtó eszköznek van a nagy értéke, hanem a magának a megírt teszteknek. De ennél persze sokkal fontosabb ok is volt. A Ericsson a cég az utóbbi, most már azért jó pár évben mondhatom, utóbbi pár évben
egyik fontos stratégiai céljának tűzte ki, hogy minél közelebb kerüljön a nyílt forráskódú szoftverek használatához, és nyilván a hozzájáruláshoz is, tehát nyílt szoftver, nyílt forráskódúvá tegye a saját kódjainak azon részét, amelyiket lehet üzletileg. Tehát ez egy stratégiai cél, hogy minél több nyílt forráskódú eszközt használjunk és adjunk. Az adás része részben azon is összefügg, hogy az Ericsson mint egy jó polgár viselkedik, tehát hogyha a nyílt forráskódú közösségből valamit kap, akkor vissza is akar adni. Aztán a másik ok az volt, hogy gyakorlatilag eddig csak kereskedelmi forgalmú eszközök voltak elérhetők TTCN3 nyelvhez. Amik nyílt forráskódú és szabadon elérhető eszközök voltak, azok általában valamilyen egyetemi projekt, kísérlet, tehát nem teljes funkcionalitású és nem komplett teszteszközök, hanem valamilyen próbálgatások. Tehát valójában nem nagyon volt lehetősége annak, aki csak ki akarta volna próbálni, vagy egyszerűen csak használni akarta volna a saját programjának, eszközének, alkalmazásának a tesztelésére a nyelvet, egyszerűen nem volt rá lehetősége. Ezt lehetőséget szeretnénk ezzel megteremteni. Ezzel abban is bízunk, hogy új alkalmazási területekre tudjuk bevinni az eszközt, ahonnét viszont mi kaphatunk vissza ötleteket, javaslatokat, olyasmit, amire eddig nem gondoltunk, mert mi egy adott körben, távközlésben mozgunk, gondolkozunk, nyilván máshonnét jöhetnek hasznos javaslatok, ötletek. És hogyha használják az eszközt, akkor nyilván lesznek olyan funkciók, javítások, egyebek, ami másnak bántó lesz, szeretné, és belefejleszti az eszközbe, tehát még akár kódot is kaphatunk vissza. Aztán volt egy egész érdekes, speciális üzleti esete is az Ericssonnak, hogy nagyon sok távközlésgyártó, amikor az eszközt megveszi, tehát egy hálózati eszközt megvesz az Ericssontól, megvesz a cégtől, akkor kéri hozzá a teszteket is. Adjátok ide azt is, amivel teszteltétek. Ezzel még nem lett volna önmagában probléma, tehát magát a tesztkódot azt oda is adtuk volna, csak nem volt hozzá eszköz, amivel végrehajtsák. Tehát itt az egyik szempont az is volt, hogy mostantól kezdve nyílt forráskodban bárki oda megy a Titan Projectnek a nyílt, a publikus weboldalára, letölti a toolt, és boldogan végrehajthatja vele azokat a teszteket, amiket a megvásárolt hálózati eszközéhez kap a gyártótól, a szállítótól. Hogy egy picit képbe tudjátok tenni, hát a mi szempontunkból, Ericsson szempontjából, miről beszélünk. A Titan az Ericssonnak a második legnagyobb nyílt forráskódú kontribúciója volt, bármikor is. Az első az az Erlang nyelv és az ahhoz tartozó OTP nevezeti szoftverkönyvtár. Tehát egy nagy lépésről beszélünk. A döntés végül is amellett történt, hogy EPL licenszel Eclipse Foundation-ön keresztül történjen meg maga ez a